Ott egy rohadt narancs. Hol? Hol? Szemben veled. Ez nem narancs! De ez szivacsav! Nem, figyelj! Hát, meg nem hoztam hozzá semmit, hol van a pudér? Sziasztok! Ma ezt a sminket fogom elkészíteni, illetve megmutatni nektek, hogy én ezt hogy készítettem el. Hogyha érdekel titeket, akkor tartsatok velem! Mint mindig, most is az arc hidratálásával fogom kezdeni, és mivel tegnap előtt jöttünk haza Milánóból, úgyhogy utaztam a repülőn is, és a hotelekben is folyton megy a légkon, és tudom, még jobban kiszárad a bőröm, és már bekentem olajjal, arcolajjal, és még mindig olyan száraz, mint a fene, úgyhogy ma kettő krémet fogok összekeverni, ezt a Kliniket, és ezt a Noni krémet. Egyébként a körmeimet mindig magamnak szoktam csinálni géllakkal, úgyhogy ha érdekel titeket, hogy pontosan hogyan csinálom, szóljatok nyugodtan, és szívesen megmutatom. Nem végeztem semmiféle ilyen körmös tanfolyamot, hanem ilyen autodidakta módon YouTube-os videókból összeszedtem, hogy körülbelül hogy kell csinálni, aztán rájöttem, hogy nekem pontosan hogy jó, meg milyen alapanyagok azok, amik nekem beválnak, úgyhogy ha gondoljátok, akkor ezt szívesen megosztom veletek. Még mindig úgy érzem, hogy simán elférne egy kis krém az arcomon egyébként. Még azt mondom, alá fogok rakni ebből a Clinique arckrémből, illetve szemkrémből. Elvileg ez esti krém, tehát vastagabb, mint amit általában nappali használatra ajánlanak, de annyira ki van száradva a bőröm, hogy szerintem simán jó lesz ez nekem most így nappali használatra is. Sőt, ez már szinte be is szívta. Imádok utazni, de ezeket nem szeretem egyébként, hogy tényleg folyton megy a légkondi, bárhol is van az ember. Én eleve mondjuk eléggé érzékeny vagyok, mert ennyire durván kiszárad a bőröm, mert szinte hámlik az arcom. Nem tudom, mert kell ennyire erőltetni ezt a légkondit. Na mindegy. És mivel ma szemhangsúlyos sminket fogok csinálni, ezért először a szememmel kezdem, és majd csak utána fejezem be az arc sminket. Úgyhogy kezdem a szemnek az alapozásával, egy primerrel, a szokásos Collection Lasting Perfection korrektorral. Ja, meg közben még a szokásos patikai ajakbalzsamot felviszem. Most fogok egy celluxot, ez lesz az irányvonal, vagy a segítség itt, hogy egy éles vonalat kapjak majd. Akkor most fogok egy ilyen Kiko szemhéj ceruzát, barnát, de bármilyen színnel csinálhatjátok, amilyennel szeretnétek. És ezzel cellux mentén rajzolok egy vonalat, és felviszem egészen a szemhéjam közepéig.
ezek nagyon jó, ezek a kikó szemhéjceruzák, mert ahhoz képest, hogy fából vannak, és hegyezni kell őket, annyira krémesek, mint azokat, amiket így csavargatni kell. Nagyon jó, szeretem olyan. Most pedig fogok egy viszonylag kisebb szemhéj ecsetet, és megpróbálom kicsit így eldolgozni. Ezért is ez egy cellux, mert itt most nem kell annyira vigyázni, hogy most van, hogy kifussak a vonalból, meg nem kell annyira odafigyelni, csak gyorsítja is a folyamatot. Úgy érzem, hogy ez a szám, ez sokkal erőteljesebb lett. Sokkal több szemhéjceruza van, sokkal több festék van, itt pigmentáltabb lett, úgyhogy rakok még ide egy kicsit a szemhéjcerkából. És ezt, hogy ceruzával felviszem, eldolgozom, ezt addig lehet ismételgetni, vagy addig csináljátok, amíg ugyanolyan nem lesz, vagy el nem éritek azt a kívánt pigmentáltságot, amit szeretnétek. Következő lépésként pedig fogok egy barna szemhéjfestéket, és nagyon közel a szempilla vonalhoz felviszem ezt a festéket. Most pedig fogok még egy ennél is kisebb szemhéjceruzát, és azzal ugyanebből a barna festékből felviszek, ugyanoda még közelebb a szempillák tövéhez. Most pedig fogok egy fekete szemhéjpudert, és azzal mélyedésben, ami a cellux és a szemhéjam között van, oda teszek egy kicsit, és a szempilla vonalam külső egyharmadára. Most pedig egy kicsit nagyobb ecsettel eldolgozom a barna és a fekete szemhéjfestéket. A szemfestékkel szinte kész is vagyunk. Ezért jó a cellux. És hogyha még ezután sem vagytok elégedettek, mert nem eléggé egyenes a vonal, akkor még korrektorral ki lehet javítani. Én csak éppen, hogy egy picit még ezt az éles vonalat eldolgozom, de csak tényleg éppen, hogy... Most pedig jöhet a további arcsmink. Ma nem alapozott, hanem egy BB krémet fogok használni. Most jöhet a korrektor.
egy másik BB krémet fogok, vagy egy CC krémet fogok használni bronzosítónak. Ahol a korrektort használtam, ott ezt a Catrice pudert fogom használni, ahol pedig a bronzosító CC krémet használtam, ott pedig ezt a She pudert fogom használni. Pirosítónak pedig ezt a Benefit Rocketeer pirosítót fogom használni. Highlighternek ma az új Kiko kvadomból fogok használni egy színt. Így néz ki. Jó, olyan szép! Ezt az aranyszínűt fogom használni. Pedig azért, hogy még ide az alsó szemhéjamra teszek ebből a sí bronzosítóból. Most pedig annak a barna és fekete szemhéjfestéknek, szemhéjpudernek a keverékét fogom felvinni, ugyanezzel a pici ecsettel, ide az alsó szempilla vonalamba, amit már előzőleg használtam itt a szemhéjamon. Ez zöld volt. Barna és zöld, mély zöld szemhéjfestéknek fogom használni a keverékét itt alul, a szempilla vonalamnál. És már majdnem kész is a smink. Fixálom most az egész arc. Mi ez? Basszus szempillás pirát. Ezzel a szokásos NYX arc sprayvel. Ahogy már mondtam nektek, a szemöldökömmel nem nagyon szoktam bíbelődni, úgyhogy csak így átfésülgetem.
és akkor még a száj van hátra, és kész. Ma ezt a Revolution szájfényt fogom használni. Mindig ilyen semleges színeket szoktam használni, ezért ma egy másik szájfény opciót is hoztam nektek, méghozzá ezt a Too Faced szájfényt. Olyan jó eper illata van, illetve annak a cukorkának, ami kerek volt, és minthogyha spirális alakban piros és fehér színű volt. Azt hiszem, hogy epres tejszínes volt. Ráadásul ennek a szájfénynek olyan jó kis ecsete van, ami teljesen követi a száj formáját, úgyhogy nagyon egyszerű vele felvinni a szájfényt. Egyébként még azért szeretem ezt a szájfényt, hogy csak pár napja van meg, de már látom a különbséget, mert Makeup Forever-ös szájfényem ami ugyanolyan piros, és az meg folyamatosan beleül ezekbe a kicsi ráncokba, és még szájkontúrceruzával is nagyon nehezen tudom csak használni, mert folyton szana szétmászik a számon, amit nagyon nem szeretek, viszont olyan gyönyörű színe van, hogy néha, hogyha tudom, csak rövid ideig fogom használni, akkor ezért szoktam azt is, meg hát nagyon jó színe van. Viszont ez annyira jó, nem kell hozzá, még csak szájkontúrceruza sem, és ott marad a helyén, és iszonyat sokáig tart, viszont hogyha valaki nem szeret azokat a szájfényeket, amiket érezni lehet a szájon, tehát ez inkább sűrű, megragacsos, viszont ha valaki meg ettől teljesen ki van, ráadásul a fogamra sem megy rá. Úgyhogy készen is vagyunk a mai sminkkel, remélem, hogy tetszik nektek ez a smink, és hogy majd elkészítitek. Találkozunk a következő videónál. Sziasztok! Ugyanaz, amit a szemem alá, ugyanolyat, amit a szemem szemhéjamon használtam. Távolnak megsültek a heréi. Anita! Melyiknek? Hát itt. De az a tapatája, te. De ott van alatta. De és a kisgyereknek is van olyanja. Heréje. Nem, sülése. Talán egy elegáns tűnődés. Nincs, amit tűnődnék. Nincs, amit tűnődnék. As long as you know you belong to who am I, am I? I just wanna have you, am I, am I? Barna és fekete szemhéjfestéknek a keverék. Köszönöm. Elfogadom. Találtam. Hát, azt keresem.